Jó szórakozást! Dávid, gyere szexikém! Dávid, gyere szexikém! Gyere ide hozzám, babám! Csak nem golfozni fogunk. Jó gondoltam? Megyünk golfozni, bátya! Csak ezt a pólót légy szíves előtte vedd már át, ez nekem nem tetszik. Na mindjárt más, látod? Mennyivel fessebb lettél? Ez a türkiz nagyon jól áll neked, Dávid. Hát próbálkoztam el, de... Hát amikor megláttam Dávidot ebben a türkizbés piké golfpólójában, hát egyszerűen elállt a lélegzetem és megdobbant a szívem. Még a végén eltalálunk valakit. Jó, menjünk el inni valamit. Oké, benne vagyok. És mindig be van készítve egy kanapé valami random helyen. Örülök, hogy elhozta ide. Na, nagyon vártam a randinkat, és hogy újra lássalak. Ezt a mély beszélgetést most átugorjuk, és megnézzük, hogy milyen közös programot szervez a Dávid a Katikával. Elhívtam Annát, hogy közösen jogázzunk. A GTA 5-ben jogáztam utoljára. Nyomva kell tartani a barát meg a jogát. Hold your anus strong, my child. Belégsz és nyit a mellkas. Izgató volt minden elítés. Dávid gyorsan kiejti a harmadik helyezettet, akivel eddig a legtöbbet smárolt és már megunta. Éppen azért téged nem tudok elvinni az álomrandira, és mi történetünk most véget ér. Elküldtek egy olyan embert, aki szerintem az egyik leghasznosabb volt a csapatban, én így gondolom. És már csak két csaj maradt az egész műsorban, akivel ihat tovább. Egészségetekre, és nagyon örülök, hogy itt vagytok. Elérkeztünk a nemzetközi randis részekhez, amikor a külföldre is elmegyünk forgatni, és Dávid elviszi mindkét csaj Szlovániába, hogy lássanak egy kis világot. Kicsit úgy érzem magam, mint egy apuka, aki elengedi a fiát a randira. Szia, Dávid! Köszi minden! Kicsit irigykedem. Piros volt a paradicsom, nem sárga. Magyarország előre, nem hátra. Bízom benne, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Ha veled lehetünk, akkor biztosan. A tervem az volt, hogy az első napot Anabellával töltöm el a tengerparton, a második nap pedig Lauráé a szlovén hegyekben. Van egy olyan érzésem, hogy a mai napot a tengeren fogjuk tölteni. Dávid, ez gyönyörű szép. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Hát Dávid, ez fantasztikusan megszervezted. El vagyunk ájulva a kapcsolati rendszerettől. Dávid, neked tényleg mindenhova elér a kezed. Határon belül és Dunán túl is meg tudsz szervezni egy álomrandit. Na meg végképp elmennék veled. Milyen, hogyha hajót törődtek lennénk és kisodródnánk egy lakatlan szigetre. Szerintem jól állnánk. Szerintem sem feladkozni. Keresnénk jó vizet. Olyan szórakoztató lenne a Dáviddal a közös élet ivóvíz keresgélés közben. És kis Dávidokat csinálnánk ott. És a sok kis Dávidnak csinálnánk sok kis bachelor műsort, és te lennél a nagy ő, ők pedig a kis ők. De örülök, hogy az idő nagy részében én úgy érzem, hogy ide tudsz koncentrálni, és azt látom rajtad, hogy jól érzed magad. Úgy sajnálom, hogy hamarosan vége van ennek a műsornak, és nem fogunk több ilyen sekélyes beszélgetést hallgatni. De egy dolog feltűnt, amit szerettem volna megbeszélni veled. Azt vettem észre, hogy... Majd! David ezután megmutatja Annácskának a szlovániai Skybarból a nagy lementét. Elképesztő ez a naplemente. Fú, nagyon gyönyörű. Szerintem te vagy gyönyörű. Köszönöm, Dávid. Úgy éreztem magamat, mint hogyha egy romantikus filmben lettünk volna. The robots. Az alkoholista jugoszláv pincér hozza is neki kokosba a csevapcsöcsit. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vajon kedves egészségetekre, szép öcseim! No sponsor, pia. Az életem legszebb vacsorája. Gyönyörű helyen vagyunk. Te meg? És a feszengős beszélgetés után Dávid végre szobára viszi a csajt. Szeretném veled tölteni az éjszakát. Rendben. Ma este megtörténik, aminek meg kell történnie. Rendben. Ma este fognak elkészülni a kis Dávidok. Az első randi az úgy kerek, hogyha a randi után az úriember felajánlja, hogy hazakíséri a hölgyet. Mindig a férfi megy előre, majd megvárja, míg a hölgy belép utána. Hogy tetszik a szobám? Nagyon tetszik. Hogy tetszik a francia ágy? Tetszik a francia ágyam? Én rendeltem AliExpressről.
Tetszenek a rózsaszírmok. Gondoltam, hogy tetszeni fog. Én szórtam szét rajta őket. Egyesével helyeztem el mindegyiket. Hogy tetszik a szobám? Nagyon tetszik. Hogy tetszik a francia egy? Tetszenek a rózsaszírmok. Gondoltam, hogy tetszeni fog. Most már aztán nagyon mérges lettem, hogy kihagynak minket a buliból. Ott a kamerák előtt csinálni kellett volna a showt. Végigtolni az egész estét. Biztos ki kellett vágni azt a részt, hogy a Dávid szétverte részegen a szállodaszobát ezen a vad éjszakán. A magánszféra. Attól magánszféra. Mert magánszféra. Azt érzem, hogy veled nagyon boldog és kiegyensúlyozott életem lehetne. A szerelem nélkül pedig nem tudok belevágni egy komoly kapcsolatba. Lefeküdt a másik csajjal, azt utána viszi a Laurát. Most hogy van ez? Azt nyerte meg, akivel le se feküdt egész végig. Kell a kölejmány. Azt meg hova tűnt a buci? Eltűnt az utolsó adásból. Hol van a műsorvezető? Egyszer csak ott áldogálnak a rózsaszirmok között, azt nem kapunk semmilyen felvezetés, hogy most mi van. 20 éve, amikor az első dezodor megjelent nálunk, még csak bámultuk és nem igen tudtuk, mire jó. Ez a buci biztos túl féltékeny volt a lányokra, és nem bírta már személyesen végignézni ezt a jelenetet, hogy a Dávid összejön valakivel. Kicsit irigykedem. Szia, Laura. Életem egyik legszebb napját töltöttem vele tegnap. A végére már a készítők is leszarták az egészet, alig várták, hogy befejezzék ezt a műsort. Tegnap elmondtam neked, hogy mi történt Anabellával. Dávid érzelemdúsan elmondja a győztes lánynak, hogy mennyire boldog. Úgy érzem, szerelmes vagyok beléd. Mennyire boldog vagyok. Nagyon boldog vagyok én is. Boldog vagyok, mióta először megláttalak. Túlteng bennem a szerotonin. Gyorsan nyugtass meg szerelmem, mert már nem bírom tovább. Felrobbanok az érzelmektől. Ezután elsétálnak kettesben Montenegróba, azt jó van, ennyi volt. Full le van szarva az egész a végén. Végezetül még bebizonyítják, hogy tényleg együtt vannak, higgyük már el, és bemutatják a romantikus nászutat. Most vagyunk együtt egy hónapja, de igazából olyan érzésem, mint hogyha mindig is együtt lettünk volna. És a csaj? Nem is tudom, ki nyert, Laura, vagy mi volt? És ez a Laura annyira szereti a Dávidot, hogy messziről kamerázza, hogy benn van a vízben. És az a pasim. That's my bag. Well said. A tévéműsor készítőknek szeretném figyelmébe ajánlani, hogy a Brit Bachelorben volt egy meglepő fordulat a műsor végén. Time to the winner! But before you claim the prize, Miriam has something to say. Guys, I'm not a woman. I was born as a man. Oh, man. I told you, guys. Ezt a fordulatot ide is át lehetett volna ültetni, és a műsor végén kiderült volna, hogy a Dávid igazából nő. Leszbikus vagyok. Sok boldogságot nektek, Laura és David. Remélem, örökké együtt lesztek. Csináljatok sok kis Davidet és sok kis Bachelort. Remélem, hogy soha nem ér vége. Ti egy ország álompárja vagytok. Arrivederci amore. Az a pasim.